Táncosok, lopják így kedve a zenére, környékbeli jó vendégek sokfelől érkezve. Kisbíró hirdette ki a szüreti felvonulás menetét Kétyen. A hagyományos őszi mulatságra a falu apraja nagyja összegyűlt. A viseletbe öltözött felvonulók megálltak és táncokat mutattak be az utcán őket néző helyieknek. A hagyományőrzők között sok óvodáskorú gyermek is volt. Az óvisok heti rendszerességgel már részt vesznek néptánc foglalkozásokon. A középsős és a nagycsoportos gyerekek vannak ebben a programban benne, és az úgy hozzuk össze Kétyen, hogy nem visszük el a gyerekeket sehova, hanem én, mint aki a foglalkozást tartja, belépek a csoportszobába, és ott megtörténik a foglalkozás. És akkor ez egy játékos, énekes, táncos, van közösen eltöltött fél óra ilyenkor, és ezek a gyerekek ilyenkor nagyon nagy részben, akik zombára jönnek később iskolába, ott is folytatják ezt a hagyományt, úgyhogy ez egy nagyon jó előképzés is. Tradíció, ezeknek a gyerekeknek a szüleik is táncoltak, mi gyerekként is, és hogyha nem is lettek ők hosszú távon táncosok, viszont egy jó alappal, jó attitűddel rendelkeznek, és a gyerekeiknek meg már természetesnek veszik, hogy ők is táncolnak, és öltöztetik őket. Ezek a ruhák nincs saját ruhák, tehát nem tudunk nekik adni iskolai szinten, óvodai szinten viseletet, viszont megoldják szomszédnénitől saját ruha által, kölcsönkérnek, vásárolnak, és ezeket forgatják, ezeket a viseleteket. Hosszú éveken óta és hosszú éveken keresztül. A településen már sok éves hagyománya van annak, hogy a szüreti időszak vége felé közeledve az ősz kezdetén közösen ünnepelnek a kétyiek. Idén a felvidéki érsek Kétyről is érkeztek vendégek. Hát az 1996. november 15-én érkeztek tőlünk felvidékről, érsek Kétyről, ide Kéty településre. Az első delegáció, ők vették fel a kapcsolatot. Hát én akkor még csak 11 éves kisgyerkőc voltam, szóval nem vettem részt ebben, de akkor ugyebár, jól emlékszem, 10-15-en van a érsekéti krónikában, úgy írnak róla, hogy 15-en érkeztek akkor legelőször. Azóta rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, tartották az elődeim is, előző polgármesterek is a kapcsolatot. Évente többször tudunk eljönni ide is, rendezvényekre, fogadásokra, vagy ugyanúgy természetesen érsekétre is szeretettel várjuk a polgármester urat és delegációját. Érsekét települése pontosan 577 lakosunk van. 2021-es népszámláláson 82,5%-ra magyar nemzetiségűnek vallották magukat. Egy szóval a Lévai járás legmagyarabb települése címet nyertük el, kaptuk meg. Igyekszünk természetesen a magyarságunkat továbbra is ápolni, őrizni. Működnek szervezeteink, van óvoda, iskola intézménye, vannak kiskertészek, csomagokhelyi alapszervezete, mármint kulturális szervezetünk, vadászszervezet, rokkanszervezet és egy közösen Kétyét polgári társulás, ami 2018-ban lett a belügyminisztériumban jóváhagyva. Azóta pedig a két település lakói minden évben meglátogatják egymást. Idén előbb a házigazdák készültek kulturális műsorral, majd a vendégek mutatták meg az ittenieknek, hogy miként készül a feléjük hagyományos tésztaköret, a knédli. Mi úgy készítsük, hogy ilyen rétes liszttel felfuttassuk a tejben a élesztőt, és sót teszünk hozzá, cukrot, és mikor kell kereszteni, egy óra hosszát keresztjük, és mikor keresztés után fel kell tenni, gőzön kell párában 20 percig főzni, és így bármilyen ételhez, gombás húshoz, vagy bármilyen ilyen szokják a kacsához, vagy libá húshoz is káposztával fogyasztani. Akkor egyet beleteszünk így. Mint a felvidéken, nem is, hogy a felvidéken, Szlovákiában, Csehszlovákia még régebben, ugyebár 93 előtt, nagy hagyománya van a knédli készítésnek. Hát én ebben nem tudok, sajnos nem vagyok kompetens, hogy hogyan is készül. Alapanyagokat tudom, ugyebár polgármester úr kikérte a véleményünket természetesen, hogy mit tudjanak bekészíteni. Hölgyek elkészítik természetesen a knédlit, bemutatják, hogyan készül. Lényegében az, hogy ez egy hazai, ottani
inkább úgy fogalmaznék, helyi étel. Két polgármestere azt mondja, a helyiek már ki voltak éhezve a közös mulatozásra, amit az elmúlt években nélkülözniük kellett. Tehát ezek a rendezvények azért vannak, hogy a településünk lakossága jó szórakozzon és kimozduljon otthonról, ha csak egy kis időre, akkor is egy kicsit lépjenek ki az emberek ebből a mókuskerékből, és ezért próbálunk ilyen rendezvényeket rendezni, és aki megtisztel minket, veszi a fáradtságot és elfogadja mi meghívásunkat, annak egy vacsorával kedveskedünk. Reggel, amikor a sátrakat építettük, és a padokat raktuk szét, hát nem sok jót jósoltunk, ennyit még a meteorológiai előrejelzést soha nem néztük, mint a mai napon, és mondjuk ilyen születünk sem volt még, hogy nem volt fogatunk. Nem merték a fogatosok bevállalni, a szomszéd településre jöttek volna, hogy esetleg menet közben eláznak a lovak, és akkor megrendeztük így, gyönyörű szép napsütéses időnk van, igazi születi, teljesen jó. Arról szól most a mai születi felvonulásunk, igazából van egy kísérő programja, ami egy pályázatból valósul meg, és hát a címe az, hogy a felvidéki magyar érsekkicsi település vendégei, hőltagjai megmutatják nekünk a knédli készítés fortéjait. Kétján vacsorára a tányérokba ezúttal babgulyás és knédli került.